Még épp csak, hogy elkezdődött a nyár, Európa nagy részén már is hőhullámok és hirtelen viharok söpörnek végig. Magyarországon a Heves vármegyei Egerbaktán csütörtök virradóra a háztetők, a házak és a kerti, illetve utcai bútorok megrongálódtak az éjszaka lezuduló eső és az erős szelek miatt. Közben több szlovéniai városban is hőségriadót rendeltek el. A szlovéniai hőségért felelős hőhullám elérte Olaszországot is. Ott is rendkívüli hőségriadó van érvényben, és a hatóságok többször felhívják a lakosság figyelmét, hogy védekezzenek a napsütés ellen. Hivatalosan is elérte a héten az első hőhullám Olaszországot, mondja az Euronews tudósítója Rómában. Az ország egyes részein a hőmérséklet elérheti akár a 40 Celsius fokot is, ezért az olasz egészségügyi minisztérium 13 városra és környékükre sárga riasztást adott ki. A fővárosban, Rómában, valamint Firenzében és Bolognában szintén sárga riasztás van érvényben. Pénteken várhatóan Palermóra is kiterjesztik a figyelmeztetést. Dél-Olaszország és Szardínia szigetének egyes részein a hőmérséklet meghaladhatja akár a 40 fokot is. Az olasz kormány azt tanácsolja, hogy mindenki próbáljon meg minél többet árnyékban tartózkodni és figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre. A hőhullámok nem érték meglepetésként az olaszokat. Két évvel ezelőtt augusztusban Szicíliában mérték a legmagasabb hőmérsékletet. A klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell koranyári hőhullámokra számítani Európában. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.